Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon! Ebben a videóban visszatérünk egy egész kicsit a szkíta mozgalomra, arra a felfogásra, miszerint a magyarság az valamilyen formában a szkítákhoz tartozik, vagy esetleg a mi őseink, szkíták, pártusok voltak. Megmutatok egy bejegyzést a Facebookról, mert úgy gondolom, hogy számos olyan dologra fényt lehet deríteni ebből, ami zűrzavart okoz az emberek fejében arra nézvést, hogy hogyan is ered a kereszténység, mi is az, amit képvisel, és hogyan kell kellene nekünk mindehhez hozzáállni. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Az kétségtelen, hogy az utolsó időkben élünk, az idők végén, amikor mindenre fény derül, ahogyan azt elmondta már nekünk Jahusa Hamasiach, mikor itt járt, hogy eljön az az időszak, amikor minden titok a sötétségből előbújik majd a napvilágra. Az internet hozzásegített minket ehhez, és továbbra is segít, már ameddig engedélyezik azok, akik uralják és irányítják ezt a világot. És természetesen az Atya ameddig úgy gondolja, hogy az emberiségnek biztosítja az információnak a szabad áramlását az interneten keresztül. Ezért is különösen fájó és furcsa az, hogy oly sok ember továbbra is a sötétségben él. És vonzódik vissza a régi világba, azt gondolván, hogy valami úton-módon ő különleges csak azért, mert nem érti azt, hogy ugyanazt vallja, mint mindenki más, csak annak egy verzióját. Én baromi jó vagyok. Ez az élet egyik területén sem olyan egyértelmű, mint a vallások terén, ugyanis a vallások lényegében ugyan oda vezetnek vissza. Mindenhol a szeretet a legfontosabb rendező elv. Szeresd magad, most már ez is előlépet, hogy nem is másokat, vagy embertársaidat, hanem elsősorban szeresd magad, ez a fő feladatod, utána tudsz szeretni másokat, aztán szeresd az embertársaidat, de ezek előtt szeresd az állatokat, a természetet, a növényzetet, teljesen mindegy, bármit szeressél, csak ne a teremtővel foglalkozzunk, ne az atyával foglalkozzunk, akit a Biblia kinyilatkoztatott számunkra, ami a legfontosabb feladatunk lenne. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda, és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. De nyilván mindenki látja az, hogy hogyan szorult ő háttérbe szépen lassan az elmúlt két évezredben. Először átvette a szerepét Jézus, mint Isten fia később aztán ő Isten lett, a Szent Háromság része, most pedig már szinte csak vele foglalkozik a kereszténység. Ezek után pedig a felvilágosodás volt az az időszak, amikor az ember került középpontba, a tudás által megvilágosodott ember, a humanista eszmék, és mára ebből fejlődött tovább az a fajta materialista, liberális, ateista hozzáállás, hogy csak az van, amit látunk, amit az érzékszerveinkkel felfogunk, nekünk csak ezzel kell törődni. Hogy miért is mondtam el mindezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy ez fontos a teljes megértéséhez annak a bejegyzésnek, amit a képernyőn láthattok. A kíta hun, avar, vagyis a magyar mindig is Jézus hitű, rabszolga felszabadító népség volt. Nem fosztogatott, nem gyújtogatott, és nem kegyetlenkedett a gondviselés a magyarságra bízta a római egyház megváltását is. Olyan szinten retardált, hogy az ember még ilyet nem látott azt nem tudom, hogy honnan szerzik az információt ezek az emberek, de amit én tanultam a magyarságról, mielőtt a honfoglalás kezdetét vette, a magyarság végi pusztította egész Európát, eljutott a német-római birodalomig, és csak azok tudták megállítani két sorsdöntő ütközetben, mire is aztán észbe kaptak a magyarok, hogy ez a stratégia nem fog hosszú távon működni, de a magyarság egyáltalán nem volt az a fajta pacifista nép, amit ő itt felvázol legalábbis a történelmi iratok alapján igenis fosztogatás volt, gyújtogatás, meg kegyetlenkedés végig Európán, mire aztán sikerült őket megállítani. Rájöttek arra, különösen Géza fejedelem idején, hogy meg aztán Szent István, amennyiben nem próbál meg együttműködni az európaiakkal, különösen a kereszténységgel, akkor nem lesz képes hosszú távon kialakítani itt ezen a területen egy olyan birodalmat, amit ő szeretne. Tehát az, amiről beszél, annak az ellenkezője igaz. És sosem volt Jézus hitű a magyarság, ismerte ugyan a monoteizmust, hiszen a kazárokkal kapcsolatba került, míg eljutott idáig, de a magyarság az egy természet imádó pogány kultúra volt, számos különböző istenséggel, mint az összes többi, a tátosokkal, babonákkal, Hittek ők a lélekben, mint ahogy minden nép, nemzet, nyelv, ágazat hit a lélekben valamilyen formában. Tisztelték az ősöknek a szellemeit, az állatokat, a totemeket, de ez a Jézus hit, meg rabszolga felszabadító, ennek az ellenkező igaz. Gondoljon mindenki Attillára, Isten ostorára, aki szintén végigpusztította az egész útvonalat, amerre csak haladt. Aladván tovább a júdai vonalat és az Ószövetséget pállal csempészték bele a Bibliába a Jézusi tanok közé. A így lett valós fogalommá, és a Saul Rabbi által létesített római egyházra uta. Ez egy marhaság. Azért hívják Nem, így. Bocsánat, ez egy marhasság. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuautja.hu weboldalon. Ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.